Ferenc pápa ülőhelyét jótékonysági célokra fordítják Dél-Koreában. Népszerű lett az a gyors vonat, és abban is az a szék, ahol a Szentatya ült, miközben augusztusi koreai látogatása alatt Szöulban, Dajonba utazott. A helyet egy kis emléktábla jelzi, és az ülésre váltott jegyek árát a vasúttársaság továbbítja a dajoni püspökségnek. A napokban már beérkezett az első csekk, 13.500 dollár, amit szükséget szenvedő fiatal édesanyák megsegítésére fordítunk, mondta a megye püspöke. A beérkező összegből egy menedékház épül majd az egyedülálló anyák számára, tette hozzá a püspök.